Itt állunk a magyar-szerb államhatáron, amely nem csak az én életemet, hanem sok millió magyar honfitársam életét határozta meg az elmúlt években, sőt az elmúlt 100 esztendőben, hiszen 2020. januárjában vagyunk, ami azt jelenti, hogy ez az az esztendő, amikor a 100. évfordulója lesz a trianoni békeszerződés, békediktátum aláírásának. És azért is szimbolikus ez a helyszín, mert mögöttem nem csak a trianoni határ látható, hanem az a Szerbia, amellyel kezdődött az első világháború, hiszen a szarajevói merénylet után a szerbiai hadüzenettel indult meg az az első világháború, amelyet aztán a trianoni békeszerződéssel zártak le. Itt az ideje tehát, hogy a 100. évfordulóhoz közeledve közelebbről is megvizsgáljuk a trianoni békeszerződést. Ehhez mindenek előtt látnunk kellene magát a trianoni békeszerződést, tudnunk kellene, hogy pontosan mit tartalmaz ez a bizonyos trianoni békeszerződés, de persze ehhez azt is tudnunk kellene, hogy hol van maga a békeszerződés. Vujic Trütko egy kiváló riportban mutatta be néhány évvel ezelőtt azt, hogy ő megtalálta nagyon hosszú kutató munkával azt az épületet Franciaországban, ahol őrzik jelenleg is a trianoni békeszerződés egyetlen létező példányát, és az is kiderül a riportjából, hogy ez egy különlegesen védett épületben található. Egy börtönszerűen védett épülethez jutunk, és nyílnak a zsilipkapuk. Nem mutathatom, de megmotoznak és detektorral is átvizsgálnak minket, aztán bekísérnek egy szigorúan őrzött folyosóra. Itt csak fotózhattam. Ez a páncélajtó, amely mögé csak hatan léphetnek be, és amely mögött ott pihen a könyv, amiért jöttünk. Hosszú várakozás után itt van. Hozzuk a trianoni békeszerződés egyetlen eredeti példányát. A kamera mögött biztonsági őrök, előttünk a hivatalos alkalmazott, aki fehér kesztyűben dolgozik. Hát itt van a könyv. 524 oldal, 3 nyelven, franciául, olaszul és angolul íródott. A biztonsági személyzet talán nem is érti, de mi Suha Györggyel bizony megrendülten nézünk magunk elé. Eddig Vujic Trütko riportjából a részlet, amelyből az is kiderül, hogy ezt a különlegesen védett objektumot, ezt Franciaországban, valahol Párizs környékén találhatjuk, de hogy pontosan hol és pontosan mi ez az épület, azt Vujic Trütko nem mondja el, illetve ahogy a riportban hallható, nem is mutathat, nem is forgathatott az épületben, tehát nem tudjuk, hogy pontosan hol is található a trianoni békeszerződés. Nekem azonban sikerült megtalálnom ezt az épületet, és ez az épület egészen pontosan a francia külügyminisztérium diplomáciai archívuma, amely valóban Párizs elővárosában található. Ezért, ha már Vujic Trütkónak és a Duna Televíziónak lehetőséget adtak arra, hogy megtekinthessék az eredeti békeszerződést, gondoltam, hogy én magam is levelet írok a francia külügyminisztérium diplomáciai archívumának. Leírtam ebben a levélben, hogy Torockai László vagyok, ásotthonom polgármestere, a Csongrád megyei közgyűlés tagja, és szeretném megtekinteni én is a trianoni békeszerződés eredeti példányát, szeretném megvizsgálni, hogy pontosan mit is tartalmaz maga a békeszerződés. Hosszas levelezés, telefonálgatást követően azonban kiderült, hogy nekem erre nem adnak lehetőséget, teljesen egyértelműen politikai alapon diszkriminálnak. Végül a diplomáciai archívum igazgatójáig jutottam, igaz, francia bajtársaim segítségével, nem az igazgató beszélt velünk, csak a titkárnője. Oui, allô, bonjour. Voilà, je vous appelle car monsieur Torockai László vous a envoyé un email il y a plus d'une semaine, mais il n'a toujours pas reçu de réponse. C'est concernant le tournage? Oui. Je viens de voir à l'instant. Alors, je me remets dessus. Alors, attendez, j'ai mis ça où, parce que j'étais sur autre chose entre-temps. Alors, on ne vous a pas répondu directement, hein, si j'ai compris. Parce que
que là, je relis un message qu'on a envoyé. Il a été envoyé à la aux personnes qui gèrent les demandes de tournage. Et là, je vous lis ce qu'ils ont répondu. On a eu la réponse hier, donc on n'a pas pu vous répondre. D'accord. La conservatrice en chef, elle suit avec le pôle des traités donc votre demande. Et je vous dis texto ce qu'elle m'envoie. D'accord. Une numérisation va être mise en ligne. Pas de réponse positive pour le tournage. Point. Bonne journée. Hát ebből a beszélgetésből kiderült, hogy nem engedik meg azt, hogy megtekintsem a trianoni békeszerződés eredeti példányát, sőt az is kiderült ebből a beszélgetésből, hogy meglehetősen hűvösen utasítottak el, és mindenféle különösebb indoklás nélkül utasították el ezt a lehetőséget. Aki azonban engem ismer, az azt hiszem már tudja, hogy nem vagyok az a típus, aki könnyen feladja a küzdelmet. Úgyhogy fogtam magam, autóba ültem, és elmentem Párizsba. Megtaláltam, ahogy az előbb mondtam, az épületet. Ezt az épületet nem lehet kamerával vagy fényképező géppel feltérképezni. Nekem azonban azért volt egy nagyon picike kis kamerám, így aztán gyakorlatilag rejtett kamerás felvételeket mégiscsak tudtam róla készíteni, és be is jutottam ebbe az épületbe. Itt vagyok Párizsban a francia diplomáciai archívum épületénél, megpróbálok ide bejutni. Elvileg úgy néz ki kívülről tényleg, mint valamiféle börtön, és nagyon komoly őrzés van, ilyen detektoros kapun keresztül kell bemenni, mint egy repülőtérre. Megnézzük, hogy itt van-e a trianoni békeszerződés. Az épület első beléptető kapujánál egy fegyveres biztonsági őr volt, ott már át kellett menni egy detektoros kapun, ott már az ember átesik egy motozáson, utána egy belső udvaron kell keresztül haladni az épületben. Itt vagyok a francia diplomáciai archívum épületében, amelyet úgy őriznek, mint valamiféle börtönt, úgy is néz ki egyébként, mint egy börtön. Három biztonsági ellenőrzésen keresztül lehet ide bejutni, és itt őrzik a legfontosabb francia diplomáciai iratokat, közöttük a trianoni békeszerződést is. Aztán, amikor belépünk az objektum belső terébe, akkor ott aztán van egy újabb beléptető rendszer, zárt szekrényekbe le kell tenni a kabátunkat, a táskát és minden egyebet, újra át kell menni detektoros kapukon, és aztán az épület folyosóin keresztül elérkeztem egy olyan helyiségbe, magamat egyébként egyszerű, szimpla kutatónak adtam ki, így aztán kutatási engedélyt kaptam, itt van ez a kártya, most is nálam, egészen pontosan 2021. január 10-ig érvényes a kártyám, úgyhogy bármikor visszamehetek, ez nagyon rossz hír egyébként a francia külügyminisztériumnak, ugyanis vissza is fogok térni még a francia külügyminisztérium diplomáciai archívumába további kutatási szándékkal. Tehát magamat egyszerű kutatónak kiadva eljutottam egészen az épület szívébe. Oda, abba a helyiségbe, ahol mikrofilmeken meg lehet nézni azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyeknek köze van Franciaországhoz, tehát vagy Franciaország volt az egyik szerződő fél, vagy Franciaország területén készültek. A trianoni békeszerződés esetében mind a kettő fennáll, tehát Franciaország területén írták alá, és Franciaország az egyik szerződő fél. Így aztán a mikrofilmen keresztül a trianoni békeszerződés pontos hű másolatát is tanulmányozhatom. Itt vagyok Párizsban, a diplomáciai archívumban, ahol a trianoni békeszerződés eredeti példányát őrzik. Kaptam egy ilyen fényképes igazolványt, és itt mögöttem található az a helyiség, ahol meg fogom látni a trianoni békeszerződés másolatát, hiszen az eredetit nem engedték, hogy megnézzem. De itt álljunk meg. Itt álljunk meg egy szóra. Ugyanis amikor én Franciaországban, a francia külügyminisztérium épületében az eredeti trianoni békeszerződést össze akartam vetni a magyar változattal, amelyet meglehetősen könnyen megszerezhetünk, hiszen például itt tartom a kezemben azt a könyvet, amelynek az a cím, hogy Trianon, ezt most adták ki
Magyarországon, és ez a trianoni békeszerződés 520-valahány oldalának a magyar nyelvű változata, akkor felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen hogyan is áll a rendelkezésünkre ez a magyar nyelvű szöveg, hiszen maga a trianoni békeszerződés, ezt tudhatjuk Vujis Trütko filmjéből is, angolul, franciául, olaszul készült, de nem magyar nyelven. És hát ennek nagyon egyszerű oka van, ugyanis ez a könyv is másolata annak az eredeti példánynak, amelyet sikerült megszereznem. Ez pedig 1921-es kiadású, ez a trianoni békeszerződés magyar nyelvű változata, és amit a kezemben tartok, ez az eredeti 1921-es kiadás. Ennek a tetején látszik az is, hogy ez egy 1921. évi törvény, egészen pontosan az 1921. évi 33. törvény, és mivel törvényként megjelent, így a budapesti közlöny 1921. évi július havi 31. kiadása az, amit én itt most eredeti példányban a kezemben tartok. Ennek alapján egyébként, ennek a másolata, a kezemben tartott eredeti példány másolata alapján akarta Grespik László barátunk, aki a Budapest főváros közigazgatási hivatalának volt 2000 és 2002 között kiváló vezetője, elismert jogász Magyarországon és külföldön is. Tehát ez alapján, ennek a másolata alapján, amit a kezemben tartok, ennek a másolata alapján szeretett volna az ENSZ Nemzetközi Bíróságához fordulni, Trianon felülvizsgálatát kérve 2016-ban, tehát 4 évvel ezelőtt. Meggyőződésem, hogy békés jogi úton meg lehet támadni a trianoni békeszerződéseket. Tehát én nem Trianonhoz fordulok, hanem a Nemzetközi Bírósághoz. Tudni kell azt, hogy mi az, hogy kereshetőségi jog. A kereshetőségi jog az azt jelenti, hogy ki lehet felperes. A magyar köztársaság nevében akárki nem járhat el. Gyakorlatilag a kormány képviseli. Gyakorlati következtetés, tehát a következő, a magyar kormány terjesztheti elő ezt a keresetet. Illetve szerette volna Vlagyimir Putyin és Oroszország segítségét kérni ahhoz, hogy az ENSZ bíróságához fordulhasson. A Bloomberg társaságnak ez egy hírcsatorna, interjút adott Vlagyimir Putyin. Következőt mondta. És ott van Isten Magyarország és Románia is. A határrendezésről volt szó. По Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. 2016 novemberében elment a magyar országgyűléshez, bement a parlamentbe, hogy petíciót adjon át, és arra kérje a magyar kormányt, a magyar országgyűlést, hogy kérje az ENSZ bíróságánál ennek a szerződésnek a megtámadását, illetve semmiségének kimondását. De nem tudta végigvinni Grespik László ezt az ügyet, ugyanis amikor ezt kezdeményezte 2016-ban, váratlanul utána, nagyon furcsa körülmények között meghalt. Itt szeretném megjegyezni egyébként, mielőtt tovább haladok, hiszen ez a Trianon felülvizsgálatának csak első lépéseit tartalmazó videó, hogy megvizsgáltattam magamat, kiváló egészségi állapotnak örvendek. Soha nem akartam, és soha a jövőben sem akarok öngyilkosságot elkövetni. Itt azonban meg kell jegyeznem még egy furcsaságot. Ha Grespik László jogász ezt a békeszerződést semmisnek akarta kimondani, meg akarta támadni, sőt, voltak akik, és ő maga Grespik László is azon gondolkodott, hogy 100 év után vajon az elbirtoklás érvénybe léphet-e, egyébként ő azt állapította meg, hogy nem, akkor felmerül még egy kérdés. Vajon ez az 1921. évi törvény, ez vajon érvényben van? Ez egy hatályos törvény
jelenleg is? Nézzük meg! Itt vannak a hatályos jogszabályok. Annyit tudunk, hogy ez az 1921. 33. 21. évi 33. törvény. 1921-et, ha 21. évi törvényeket, hogyha beírom. Hoppá! És itt van a találat. 1921. évi 33. törvény. Ez valójában a trianoni békeszerződés, és ez jelenleg is egy hatályos jogszabály Magyarországon, jelenleg is egy hatályos törvény, ami önmagában már csak azért is döbbenetes, mert például ez alapján, az érvényben lévő hatályos törvény alapján Sopron városa, nem beszélve a körülötte lévő nyugat-magyarországi falvakról, jelenleg is Ausztria része. Tehát magyarul az első és legfontosabb dolog, mielőtt bármit szeretnénk, mielőtt az ENSZ-hez fordulnánk, vagy tiltakoznánk a románoknál, szerbeknél, szlovákoknál, vagy éppen Franciaországban, hogy helyezzük hatályon kívül ezt a törvényt, hiszen ameddig ezt nem tesszük meg, mi magyarok és a Magyar Országgyűlés tartja érvényben a trianoni békeszerződést. Ezért tehát a 100. évfordulón, a 100. évforduló évében a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti képviselői kezdeményezik az 1921. évi 33. törvény hatályon kívül helyezését, ez a trianoni békeszerződés törvényének hatályon kívül helyezését jelenti. Ezt a kezdeményezést a parlamenti képviselőink haladéktalanul heteken belül benyújtják a Magyar Országgyűlésnek. És innen folytatódik a történetünk.